Hello Budapest! Az a helyzet, hogy Egri Jánossal és Egri Jánosról szeretnénk megtudni mindent, ezért találkozunk vele. Én nem is tudtam egyébként, hogy itt van hülyékpálya. De van. Kerületben. Azt gondolom, hogy itt lesz ő is. Igen, úgyhogy bemegyünk és meglátjuk, hogy mi lesz. Izgatottak vagyunk. Elmebajnokság, játék a betűkkel, régi nagy klasszikus kvízjátékok, az első számú kvízműsor volt. És hogyha rákeresünk a nevére, a Wikipedia jégkorongozó titulust is ugyanúgy kidobja. Igen. Mindjárt megkeressük Egri Jánost. Szervusztok! Üdvözlöm! Szervusz! Egri János vagyok. Esperes Ákos vagyok, és fölmentem Máté Bályos kolléganőt. Egri János vagyok. Szóval csak ugye hallottuk, hogy hát nem tudom, hogy a koráról szabad el Jánosnak említést tennünk. 77 lesz november 10-én. Igen. Ugye? Hallom, hogy meg akarod próbálni a tudásodat, és akkor talán bekerülsz te is a magyar öreg fiúk válogatottba. Az öreg fiúkba, mert most már klapolnék. Próbáld meg, köszönöm, és ugye megnézzük itt az edzésen, hogy fel tudunk-e venni téged. Jó. Annyit, hogy nekem egy egyéni stílusom van, ez a honi vidéki tojógalamb stílus, ami tulajdonképpen most korcsia nélkül is meg tudom mutatni, ez. Tehát, hogyha de ebben nagyon jó a sem. Ebben viszont hibátlan vagyok a pálya bármely pontján lehelyeznek, nem csinálok zavart, mert ott maradok. Öltöz fel, és majd a többiek gondoskodnak róla. Jó, köszönöm. Ma kivételesen nem tudok levetkezni, mert a tegnapi teniszedzésen meghúzódott a lábam, sajnos, de ettől téged segítelek mindenben. Köszönöm szépen, akkor felpróbálom. Menjetek be, jönnek köszönöm. A többiek is. Még mindenki nagyon régóta ismeri egymást, nem tudom, hogy mennyire lesznek befogadóak Ákossal, mert ugye nagyon összeszokott kis csapat van. Igen. Várjál, jó, hát ez micsoda, hát el fogsz esni ebben. Miért? Hát mert ez semmi, azért. Miért, mit csináltam rosszul, mama? Semmi, csak húzd meg erősen. Micsoda férfi. Itt most szeretném, hogyha a Carmina Burana szólna, jó? Egy kicsit szorosabbra, ha befűzöd, próbáltam jobban tartja, igen, jobban tartja a bokádat. Ez azt tanácsolom neked. Ezen a részen kivált kép, ha itt megnézed, nézd meg, itt megnyomom, és ennyit tudok rajta húzni. Igen. Nyugodtan húzd meg azon. Jó, egy ilyen... Keszek, de mit csinálsz itt? Mit csinálsz? Nekiültél a bőle. Nem hiszem el. Gyerek még csak 70 éves. Igen. Ez, hogy eleve edzésben maradt. És ezt életben tartod. Abba hagyod, és 20 év múlva újra kezded, nehezebb. De hogyha soha nem hagyod abba, legfeljebb egy kicsit más tempóval csinálod. Akkor megmaradnak mindezek a szépen. Meccsen ilyet nem hagytunk sosem. Azt hittem, hogy a fejvédőd ilyen furcsa formájú. Nem, hanem kamerával készülök, hogy a mozgásomat és tulajdonképpen közelről találkoznék a jéggel, akkor azt azért rögzítsük. Hogy induljál és egy cici lassú kört csináljál először, jó? Ja, meleg, bemelegíteni valamit, igen. Csinálja? Itt bent. Itt kint, nem? Gyere, kinyitjuk neked. Ügyes légy. A kamerára nagyon vigyázz. Megtámadt egy korong. Egyébként jöttél, jó? Jönnek! A mozgás miatt mondtam. Veszek, végre van valaki, aki nálad is gyengébb. És ilyenkor csak önök vannak? Igen. Igen. Mi béreljük erre az egy órára. Ha? Igen. Remélem a fejkor meg a felvételét fel lehet gyorsítani. Próbálj segíteni neki egy kicsit. Igen. Érzéssel. Nagyon ügyes vagy! Állítólag gólt lehet rúgni csukával is. Belsőbe, ne spiccel, belsőbe. Annyit el kell mondanom, hogy amikor az ember elmegy a műjégpályára,
és elviszi a lányokat, és ott van a fahéj illatú, forralt bor illatú, szép karácsonyi közelgő időszak, akkor tulajdonképpen az ember azt hiszi, hogy iszonyatos májár, amikor már esés vagy lengés nélkül megy egy kört a jégpályán. Itt viszont most, amikor mindenki elsuhan az ember mellett, és hatalmasakat hoppanak, apu, mert mindenki engem céloz a jégkoronggal, az egy felejthetetlen és megfizethetetlen élmény. Azt tudod, hogy egy olimpikon vagy a jégen? Rozgonyi Györgyel? Hol van Rozgonyi Györgyel? Aki kereken 50 éve volt olimpián. És 1964-ben az innsbrucki olimpián ő lőtte a magyar csapat gólját a szovjetek ellen. János, itt van a csapatnak neve, akiket a jégen lehet? Igen. Úgy tudják, hogy Budapest all-timer. Megkaptam, hogy ne csak álljak, hanem mozogjak. Ügyes légy. Ezzel itt egy kicsit nehezebb lesz fölvennem. Menjél nyugodtan, majd felgyorsítja az ott a felvételt. Kösz! Suhanni fogsz, Ákos. Hadd kérdezzem már meg, hogy Egri János hogy teljesít a csapatban, milyen poszton játszik? Hát itt speciál nincsenek posztok, hárma-hárma játszunk, tehát mindenki elől, mindenki hátul. Tulajdonképpen mi az ő erőssége a csapatban? Az, hogy a 77. évével még mindig itt van. Ákos közben új barátokra lehet. Szurkolóknak kell sikerüljön beilleszkedni, mert itt 30-40 évekről van szó. Igen? Még több is még van. De gondolom kiváló csapat. Nagyon. Igazából beszélgetés színlel, de szerintem csak elfáradt, arról van szó. De itt mindenki jól tartja magát, azért ezt tegyük hozzá. Bocsánat. Kérdez, mi az erőssége? Baromi jól tudja az ajtót nyitogatni. Ja, ajtónyitásban. Én azt tudom mondani, hogy Egri János előtt leemelem a fejkamerámat, mert hogy, vagy megemelem a fejkamerámat, mert hogy azért 77 évesen itt produkálni a jégen, azért ez nem akármi. És ugyanom, a mai nap az egy speciális pecs, hogy a tegnapi edzésen megsérültem, de különben ezen minden nap itt vagyunk mindannyian. Hozz egy széket, Hani! Szívesen, kaszegy! Júj, ez megint ez! Itt azért van. Nagyon megy az ritó oda-vissza. Most az a helyzet, hogy mi itt voltunk János terepén, eljöttünk egy kicsit korcsolyázni, de van más merényletünk is János ellen. Mi is szeretnénk vendégül látni Jánost. Nem kell, hogy hozzon korcsolyát, sem sípcsontvédőt. Csak önmagát. Szívesen. Jó, úgyhogy péntek reggel a Juventus Rádió stúdiójában sok szeretettel várjuk, jó? Ott lesz. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Jó,